Idegenben ezúttal sem sikerült a pontszerzés, az alegerszegek második góljára már nem tudtunk válaszolni. Az OTP Bankliga hetedik fordulójában a mögöttünk álló zalaegerszegieket utaztak a KTL labdarúgóik. A siker az mindig jót tesz a csapat környezetének, lelkének, de ugye nyilván az első hét azzal telt, hogy rendeztük a sorokat, hála Istennek a válogatotthoz is ment játékosunk, ugye, de a második héten már a Kozár Mislány ellen készültünk, ezt hála Istennek sikerült jól lezárni, és ugye ez a 4-5 napunk maradt a Zalaegerszeg ellen készülni, nem tehettük meg, és nem is tettük meg, hogy előrébb vegyük a Zalaegerszeget, nem tiszteletlenség miatt, hanem a Kozár Mislány nagyon jó MB2-es csapat, és maximálisan ott hely kellett állni. Mindenféleképpen az, hogy merjünk játszani, bátran vállaljuk föl azt, amit edzésen gyakorlunk, ezt nagyon sokat mondom a fiúknak, és hogyha ez megvan, akkor bízom abba, hogy eredményesek tudunk lenni. Nagyon-nagyon tehetséges játékosnak tartom a Bercit, ugye több éve figyelem a Honvédból. Most hála Istennek úgy alakult a helyzet, hogy így az utolsó pillanatban meg tudtuk szerezni, de komoly lemaradása volt. Addig nem állítottuk a csapatba, ezelőtt héten már úgy láttuk, hogy kész egy bizonyos feladatra. Nem teljes értékű még, de ahogy mondtam, hogy nagy ígéret a magyar labdarúgásnak, nem véletlenül 21-es válogatott topolyába játszott kezdőjátékosként, és a Honvédban is, mint csapatkapitány is. Így én magam részéről nagyon örülök, mert egy nagyon jó játékosabb bővült a keretünk. A sérültjeink nagy része visszatért, tudott ma edzeni párszor a csapattal, nyilván még azért nagy a lemaradás, de ezzel nyertünk egy kis időt, az új játékosoknak egy kicsit könnyebb volt a beilleszkedés, meg tudtuk őket nézni relatíve tétmeccsen is, úgyhogy úgy gondolom hasznosan tudtuk tölteni. Nagyon szervezett, jó csapat, bár ő nekik se úgy sikerült rajta, hogy nekünk, de hát a mi esetünkben mondjuk tényleg rengeteg gonddal küzdködtünk, és ha gyakorlatilag azt nézzük, ha lejátszottuk volna mind a 6 fordulat, akkor a tavalyi első 5-tel játszottunk. Úgyhogy ilyen szempontból meg a játékképe alapján lehetne bőven 1-2-3 pont a többünk. De nyilván sose késő elkezdeni gyűjteni a pontokat. Nyilván hazai pályán szeretnénk megnyerni a mérkőzést, de egyáltalán nem lesz könnyű. Az első percek a KTR-ről szóltak. Előbb Bocskai került helyzetbe, majd Gundel Takács hibázott, percekkel később pedig bravúrral védett. A gólt mégis a ZTL szerezte meg, Evangéliu lövése kipattan, Sajbán pedig a 150. NB1-es meccsén megszerezte csapatának a vezetést. 10 perccel később Lukás révén egyenlített a KTL. A szünet után is a KTL birtokolta többet a labdát, a cserék sem segítették a ZTL támadójátékát. A 68. percben Bakti szabadrúgásából Csóka volt eredményes. Valóban Csóka volt az, aki kibújt a védők mögül. A kérdés után csaknem kiegyenlített a KTL, Katona lövése a kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A hátralévő időben kinyílt a KTL, és itt több lehetőség is adódott németék előtt. Vargának köszönhetően az ETL nem tudott több gólt lőni. Továbbra sem egy idegenben, az FTC és a Diózsőr után az ETL-től sem tudtunk pontot rabolni.